Sok szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében. Amikor imádkoztam és kértem Istent, hogy mutassa meg azt az ige szakaszt, amelyből bátoríthatnálok benneteket ezekben a napokban, akkor Isten a Kapernaumi századosnak a történetét hozta elém, ahol egy csodálatos gyógyulásról van szó, egy emberről, aki nagy hitről tett tanúbizonyságot, és úgy Gondolom, hogy Isten ezzel az üzenettel tud bátorítani bennünket, akiknek most gyógyulásra van szükségünk, akiknek most nagy hitre van szükségünk, ahhoz, hogy az előttünk álló ö, megpróbáltatásokon túl tudjunk jutni. Ezt az üzenetet, ezt a Máté evangéliumának a nyolcadik fejezetében találhatjuk, de Lukács is ír róla a 7. fejezetben, de én most a Máti szerinti történetet szeretném felolvasni nektek. Tehát Máté evangéliumának 8. fejezetében az 5. verstől fogom olvasni a 13. versig tartó égeszakaszt. Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén őt és ezt mondván, Uram, az én szolgám otthon buta ütöttem fekszik és nagy kínokat szenved. És mondanék ki Jézus, elmegyek és meggyógyítom őt. És felelvén a százados mondta, Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá ember vagyok, és vannak alattam vitézek, és mondom egyiknek, eredj és elmegy. És a másiknak jössz és eljő, és az én szolgámnak tedd ezt, és megteszi. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozik, és monda az őt követőknek: Bizony, mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában. Ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre. Holott lészen sírás és fogoknak csikorgatása. És mondja Jézus a századosnak egy el, és legyen néked a te hitet szerint, és meggyógyult annak szolgája abban az órában. Több dolgot is megláthatunk ennek a századosnak az életéből, ami bátoríthat bennünket, és példaként állhat előttünk. Az első ilyen dolog az az, hogy Isten követése választás kérdése, és nem a születésé. Ugye láthatjuk azt, hogy Jézus ebben a példában magasztalja ezt az embert, és azt mondja róla az őt követőknek, hogy bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ekkora hitet. És ki ez az ember? Még csak nem is zsidó, hanem egy római százados. Egy római százados, aki ott él a zsidók között, és mégis a zsidók istenét követi, és úgy dönt, hogy a mindenféle római és görög istenek helyett inkább jákvét a zsidók istenét választja az ő istenének. Egy, egy leigázott és megalázott népnek az istenét választja ez az ember, és azt követi. És megtehette volna azt, hogy ragaszkodik a hódító rómaiaknak az isteneihez, akik Győzelemre vitték Rómát is a judeaiakkal szembe, és követhette volna ezt az Isten, de ő mégis inkább a zsidók istenét választotta. És a zsidók mindig is nagyon kényesen ügyeltek az ő származásukra és hosszú. Listákat és nemzetségi táblázatokat vezettek azzal kapcsolatban, hogy ők kicsodák és honnan is jöttek. És nagyon fontos volt az ő számukra, hogy az ő gyülekezetükben ne kerülhessen be olyan ember, aki nem Ábrahám leszármazottja. De mégis voltak olyan emberek a történelem során, akik pogány származásúak voltak, és mégis a zsidók istenét választották az ő istenüknek, és többször is láthatjuk a Bibliában, hogy ezek az emberek néha nagyobb hitet mutattak, mint a zsidók, akik Ábrahám leszármazottai voltak. És Jézus is erre mutat rá itt ebben a történetben, amikor látja ennek a századosnak a hitét, akkor hátrafordul az őt követő zsidókhoz, és azt mondja nekik, hogy Lássátok meg, hogy ez a pogány ember, ez nagyobb hitet mutat, mint ti zsidók, akik engem követtek. És azt mondja, hogy el fog jönni az a nap, amikor a pogányok, akik nem Ábrahám vérszerinti gyermekei, ők el fogják nyerni az Isten országát, és ők le foglak ülni Ábrahámmal és Izsákkal az Isten országában, és azok az emberek, akik Ábrahám vérszerinti gyermekei, ők pedig kirekeztetnek ebből az országból az ő hitetlenségük miatt. Tehát látjuk azt, hogy az, hogy valaki hisz Istenben, az nem attól függ, hogy ő honnan származik, hogy ő milyen háttérből származik, hogy kik a szülei, vagy hogy milyen körülmények között élt, hanem csak attól, hogy ő hogyan dönt az ő szívében, hogy hogy dönt, hogy kit követ. Ez a római százados, ez a római ember úgy döntött, hogy ő a zsidók istenét követi, és ő neki szolgál. A másik dolog, amit megláthatunk ennek az embernek az életéből, azt, hogy jellemző volt rá az Isten népe iránti szeretet. Ezt a Lukács evangéliumából láthatjuk a párzamos ige szakaszszal, ahol még pár dolgot megtudhatunk erről a római századosról, méghozzá azt, hogy szerette a zsidókat, és maguk a zsidók tesznek tanúbizonyságot az ő szeretetéről. A Lukács evangéliumában úgy olvashatjuk, hogy ez a százados a zsidók véneit küldte el Jézushoz, és rajtuk keresztül kérte Jézust, hogy jöjjön el ő hozzá és gyógyítsa meg az ő szolgáját. És ezek a vének, amikor Jézushoz mentek, akkor azt mondták neki, hogy méltó, hogy megtennék ki, mert szereti a mi nemzetünket, és a zsinogógát is ő építette nékünk. És ezért ment el Jézus velük. Tehát maguk a zsidók tesznek tanúbizonyságot ennek a pogány embernek a zsidók iránti, vagy zsidók felé történő szeretetéről, és ez győzi meg Jézust arról, hogy menjen el, és segítsen ennek az embernek a szolgáján. Tehát láthatjuk azt, hogy ő nem csak zsidók istenét választotta, hanem szereti a Ábrahám népét is, Isten választott népét is e, szereti, és ezt az ő szeretetét, ezt abban is megmutatta, hogy hogy támogatta e, a zsidókat anyagilag, és adakozott a templomnak, vagy a kapernaumi zsinagógának a felépítésére, ahol egyébként Jézus többször meg is fordult, és többször. Prédikát is. Tehát azt láthatjuk, hogy az Istent szerető emberre jellemző az, hogy szereti az Isten népét. És ahogyan János az ő evangéliumában is figyelmeztet bennünket arra, hogy úgy lehet meglátni, hogy egy ember valóban igazat mond-e akkor, amikor azt állítja, hogy ő szereti az Istent, hogy meg kell néznünk, hogy az az ember szereti -e az Isten népét, szereti -e az embereket. Mert hogyha valaki csak az ő szavaival állítja, hogy ő szereti az Istent, de az embereket nem szereti, vagy az Isten népét nem szereti, akkor az az ember valójában hazugságot mond magáról. Mert hogyan szeretheti valaki az Istent, akit nem lát, hogyha nem szereti az embereket, az Isten népét, akit pedig lát. Tehát az, az Istent szerető és az Istent követő emberre jellemző az, hogy ő szereti az Isten népét, és jellemző rá a bőkezűség, az adakozás is. Tehát ilyen ember volt ez a római százados, aki nem csak a zsidók Istenét szerette, hanem szerette magát a zsidó népet is, és, és bőkezően adakozott az, a kapernómi zsinagógának a felépítésére. És ez az a, a, a dolog, ami miatt ő úgy gondolja, hogy, Várhat segítséget Jézustól, és elküldi a zsidók véneit Jézushoz, hogy mentse meg az ő szolgáját. És látható, hogy ő nem csak a zsidók iránt tanúsít szeretetet, hanem az ő szolgája iránt is, és szeretné, hogyha az ő szolgája felgyógyulna az ő betegségéből, szeretné meggyógyítani őt, és közben jár ezért az emberért. És a, az Istenfélő ember, közben jár a másik emberért, az ő Istenénél, és ezt is láthatjuk ennek az embernek az életében. És mi is ezt tesszük manapság, amikor imádkozunk egymásért, amikor ebben a helyzetben közben járunk a mi szeretteinkért, közben járunk a mi betegeinkért, a mi testvéreinkért a gyülekezetben, és kérjük Istent, hogy mentse meg, Azokat, akiket ö, súlyosabban érint ez a betegség, és láthatjuk, hogy ez az istenfélű embernek az egyik jellemvonása, amit a Bibliában is megtalálhatunk. Aztán, ami a legfontosabb jellemvonása ennek az embernek, az az ő alázatos hite. És ebben volt a különbség a római százados és a zsidóság között, amit Jézus is észrevett, és ezért emelte ki ezt az embert a tömegből, és dicsérte meg őt, hogy az ő hite az milyen feltétel nélküli hit volt, és milyen alázattal rendelkezett ez az ember. Amikor Jézus hallja, hogy embernek, ennek az embernek szüksége van segítségre, akkor azt mondja, hogy elmegyek ő hozzá, és meggyógyítom őt. De mit válaszol ez az ember? Azt mondja, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj. Ez az ember nem érzi magát méltónak arra, hogy Jézus meglátogassa őt az ő házában, hanem ő neki elegendő annyi, hogyha Jézus csak egy szót szól, és hiszi, hogy az a szó az elegendő lesz arra, hogy az ő szolgáját meggyógyítsa. Jézus már nagyon sok gyógyítást vitt végbe az emberek között, és általában ezek a gyógyítások úgy történtek, hogy ha Jézus elment egy faluba, egy városba, vagy egy zsinagógába, akkor azok, akik betegek voltak, ők eljöttek Jézushoz, hogy elvitték azokat az embereket Jézushoz, és Jézus személyesen gyógyította meg őket, személyesen ott volt, amikor ezek az emberek megszabadultak az ő betegségeiktől. De ennek a századosnak nincsen szüksége arra, hogy Jézus személyesen jelen legyen, amikor az ő szolgáját meggyógyítja mert nem érzi magát méltónak arra, hogy Jézusnak a személyes jelenlétében legyen, hanem, hanem csak kéri Jézust, hogy parancsoljon a betegségnek, hogy az a betegség múljon el. És valóban, hogyha valaki beteg, és gyógyulásra van szüksége, és van valaki, aki ezen a beteg emberen segíteni tud, akkor először is a beteg ember részéről alázatra van szükség. Alázatra van szükség ahhoz, hogy belássa, hogy ő szükségben szenved, és hogy elfogadjon valakitől segítséget, akinek hatalma van arra, hogy ő rajta segítsen. És azok az emberek, akik elmennek Jézushoz, ők azzal mutatnak alázatot, hogy oda mennek hozzá, és, és megkérik őt Elismerve azt, hogy ők szükségben vannak, és megkérik Jézust, akinek hatalma van a betegségeken, hogy őt meggyógyítsák, hogy, hogy gyógyítsa meg őket. De ennek a római századosnak az alázata még mélyebb ennél az alázatnál is, mert ő még arra sem érzi méltónak magát, hogy Jézus személyes jelenlétébe kerüljön. És ahhoz, hogy valakinek ilyen nagy hite legyen, ahhoz először nagy alázatra van szükség, és ez az ember nagyon nagy alázatot tanúsít Jézussal szemben. És az ő hite miért különbözik a zsidók hitétől? Miért mondja azt Jézus, hogy végül is majd a pogányok fognak bemenni Isten országába, és a zsidók, akiknek ez eredetileg fenntarthatott, ők kirekeztetnek majd ebből. Mi különbözteti meg ennek a római századosnak a hitét, a többi zsidónak a hitétől? Hát az, ahogyan Jézusnak válaszol és megindokolja Jézusnak, hogy miért elegendő ő neki az, hogyha csak egy szót szól. Azt mondja ez a százados a Máté 8-ban hogy, mert én is hatalmasság alávetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek, és mondom az egyiknek eredj el, egy, el és elmegy, és a másiknak jössz te, és eljő, és az én szolgámnak tedd ezt, és megteszi. Mit is mondott ez a római ember ezzel? Hogyha valaki volt katona, akkor tudja azt, hogy mit jelent az, hogyha valaki parancsot kap hogyha valaki parancsot kap, akkor azt a parancsot, az feltétel nélkül végre kell hajtani. Akkor nem annak van ott az ideje, hogy valaki mérlegelje, hogy vajon az a parancs az most jogszerű-e, vagy nem jogszerű. Vagy az, hogy én ezt a parancsot végre tudom hajtani, vagy nem tudom végrehajtani. Vagy hogy van kedvem végrehajtani azt a parancsot, vagy nincsen. Hanem a parancs az feltételez először is egy aláfelé rendeltségi viszonyt, ami egy, egy, katona esetében a felettese felé ugye egy engedelmességet jelent, az ő alatta levő emberek felé pedig ő adhat ki ilyen parancsokat, és az alatta lévő ember tartozik az ő felé engedelmességgel. És nem a parancsot kapó nem kérdőjelezi meg a parancsot adónak a, a parancsát, hanem az ő dolga az, hogy ezt feltétel nélkül végrehajtsa. És ez a római százados jól tudja ezt, mert ő egy katona, tudja azt, hogy ha ő a felettesítő parancsot kap, akkor az ő dolga az, hogy azt a parancsot, azt kérés nélkül, vagy kérdés nélkül, feltétel nélkül teljesítse. És az ő alatt szolgáló katonáktól ugyanezt a feltétel nélküli engedelmességet várja el. És ez a különbség az ő hite és a zsidók hite között, akik mindig feltételhez kötötték a Jézusnak való engedelmességet. Hiszen ők a törvény által akarnak megigazulni, és a törvény pedig mit mond? Azt mondja, hogy ha Engedelmeskedsz a törvénynek, akkor élsz általa. Ott van benne a feltétel, hogy ha engedelmeskedsz neki. És ők egész életükben ezerint szerint éltek, és eznek akartak megfelelni. De akarták tölteni a, a törvényt az ő cselekedeteikkel, tökéletességre akartak jutni a törvény megtartása által, hogy a törvény is megtartsa őket, és ez által éljenek. De Istennek soha nem az volt a célja, hogy a törvény cselekedetei által üdvözítse az embereket, hanem ahogyan a római levélben is olvashatjuk, és az újszövetségben eh, számos helyen Isten mindig is hit által üdvözítette, üdvözítette az ő benne hívőket. Hit által eh, lett Ábrahám eh, is eh, Isten barátja, és eh, hit által engedelmeskedett ő is, amikor az ő fiát engedelmességből feláldozta Istennek, amit persze később tudjuk, hogy nem kellett megtenni, csak Isten ilyen módon tette ő próbára, és az ő hitében nem volt ott a feltétel, hanem amit ő tőle Isten kért, azt ő feltétel nélkül hajlandó volt megtenni. És ennek a pogány embernek is ilyen feltétel nélküli hite van, ugyanúgy, mint ahogyan egy parancsnok parancsot ad az alatta szolgáló katonának, és elvárja tőle a feltétel nélküli engedelmességet. Ilyen ennek a pogány embernek a hite is. És ilyennek kell lennie minden hívő embernek a hitének is, nem feltételeket keresve, hanem hanem engedelmeskedni kell annak, amit Isten parancsol nekünk. Jézus maga mondja azt, hogy aki szeret engem, az én parancsolataimat megtartja. És egy utolsó bátorítás ebből az ige szakaszból. Isten nem feledkezik meg azokról, akik alázatosan keresik őt. Ezt Onnan láthatjuk, hogy a gyógyítás megtörtént, ennek a századosnak a szolgája meggyógyult még abban az órában, amikor Jézus kimondta azokat a szavakat, hogy legyen meg a te akaratod szerint, legyen minden a te hited szerint, és az ő szolgája meggyógyult. Isten megválaszolta ennek a, az embernek a kérését és nem feledkezett meg ennek az embernek az eddig tanúsított hitéről, az ő imádságairól, arról, hogy ő Istent, Jákvét választotta, az ő adományairól, az ő népe iránt tanúsított szeretetéről, és amikor ennek az embernek szüksége volt, Isten segítségére, akkor Isten megemlékezett ő róla, és betöltötte az ő szükségét, és így igazolta ennek az embernek a hitét az egész zsidó nép előtt. És ez nem egyedi az Új Szövetségben, hogy egy pogány ember az ő hite miatt elnyeri Istennek a kegyelmét, az ő ajándékát. Ugyanez igaz az etióp kincstárnokra is aki szerette Istent, ha bár egy pogány ember volt, követte őt, feljött Jeruzsálembe az ünnepek során, és ő is ugyanúgy áldozatot mutatott be Istennek, mint bármelyik zsidó ember, és Isten nem feledkezett el erről az etióp kincstárnokról, hanem megajándékozta őt az üdvösségnek az ajándékával, hiszen Filipet elküldi ehhez az emberhez. Az etióp kincstárnok nem úgy úgymond, vagy kérte Isten, hanem Isten maga küldi el, mert látta ennek az embernek a hitét, és meg akarta őt menteni, és adta neki a Szent Lélek ajándékát. Ugyanez igaz Cornéliusra, ő is egy római katona, aki ugyancsak Isten szolgálja, Isten szereti, imádkozik Istenhez, és alamizsnát osztogat a szegényeknek, és Isten ugyancsak megválaszolja ennek az embernek az imádságát, elküldi hozzá Pétert, és meghagyja Péternek, hogy, hogy hirdesse ennek a pogány embernek és az ő barátainak, rokonainak azt az üzenetet, amit ő rábíz, és amikor Cornélius hallja Péter szavait, akkor rá is leszáll a Szentlélek, és így üdvösséget nyer. Tehát Isten megemlékezik ezeknek a pogány embereknek, a hűségéről, az ő áldozatukról, az ő alamizsnáiról, és amikor ezek az emberek szükségben vannak, akkor Isten személyesen, ő maga jön el ezekhez az emberekhez, és menti meg őket. És ez bátoríthat bennünket is, hogy ha mi Istent szeretjük, és Istent követjük, és, és teljes hitünk van ő benne, akkor Isten nem fog megfeledkezni, ami cselekedeteinkről, hanem amikor szükség van rá, akkor Isten el fog jönni hozzánk, kiment bennünket a nehézségekből, meggyógyít bennünket a mi betegségeinkből, és végső soron pedig örök életet ad nekünk, akik mi őbenne bízunk, bátorítson bennünket ennek az embernek a hite, és reménykedjünk úgy Istenben, mint ahogyan ez a római százados tette. Az Úr áldjon meg benneteket!